Jetzt begrüße ich die Partnerschaft zwischen der Diakonie von Neuendettelsau und dem Gymnasium von Bonnhardt. Danke schön. Herzlich willkommen in Bonnhardt. Ich bin ein Sportlehrer von Bonnhardt. Und Entschuldigung, ich möchte lieber in Ungarisch sprechen. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt Bonnhárdon, és nagyon örülünk, hogy több mint 10 éves kapcsolatot tudunk bemutatni, ami kialakult köztünk Neuendettelsau és Bonnhárd között. Ahogy mi elkezdtük ezt a kapcsolatot, ez a sportról szólt, sportolókkal mentünk ki, és akkor ismerkedtünk meg mi azzal az inkluzív sportprogrammal, amit a Haraldék kedves kollégám már sok éve űztek ott, hogy fogyatékos gyerekeket is bevontak abba a tevékenységbe, ahol épp gyerekek és fogyatékosak együtt tudtak sportolni. Hát ez nagyon, nagyon megnyerő volt számunkra, és azóta is mi most már próbáljuk átvenni, és be is indítottuk ezt a programot itt Bonnhárdon, és nagyon reméljük, hogy ez egy teljesen új kezdetet indít a sport vonatkozásában itt nálunk is. És itt is vannak fogyatékkal élő gyerekek a diákok között? Itt a gimnáziumban még nem annyira, de a városban, és hát olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy általános iskola is az egyház fenntartása alá került, ahol vannak fogyatékos gyerekek, és ez most egy új perspektívát nyitott, hogy erősítsük a kapcsolatunkat. És majd mindjárt egy játékot láthatunk 16 órakor, ez mi lesz pontosan? Kosárlabdával fogunk bemutatkozni. Ez az a játék, amit közösen kitaláltunk. Egyébként nagyon sok sportágban lehetőség van arra, hogy együtt sportoljanak épek és fogyatékosok, és tényleg most már mondhatom 10 év alatt, hogy mindig egy élmény az, amikor látjuk a gyerekeket együtt sportolni. Azt gondolom, hogy a sport a legjobb nyelv erre, hogy a gyerekek egymásra találjanak és egymás segítség építsék, és az épek tanulnak a fogyatékosoktól és a fogyatékosok az épektől. Ez egy nagyszerű alap. Köszönjük szépen! Bocsánat, nem értem. Németországból jöttem. Er hat gesagt, dass er mich nicht versteht und dass er aus Deutschland gekommen ist. Das ist richtig, ja. Ja, ich möchte mich mit meinem Kollegen Gisa Scheidler über diese 11 Jahre lang Partnerschaft recht herzlich bedanken. Das ist eine Grundlage, ich habe das vorhin schon mal gesagt, dass unsere Schule auch Europaschule geworden ist. Vielen Dank dafür, für diese wundervolle Zusammenarbeit. Dankeschön. Dankeschön. Bravo!